Férjem volt az Aldiban, egy kis bevásárláson gyorsan beszaladt, mert kenyeret szeretett volna venni, mert nagyon ízlett neki ez a Happy Harvest kenyér, így gyorsan bement, és akkor, hogyha már bement, akkor vett mást is. Nagyon ízlett nekünk ez a toast kenyér, úgyhogy vett az Aldiban, szívesen fogyasztjuk ezeket a kenyereket. Ez 350 forintba kerül, fél kilós, úgyhogy nagyon jó áron van, de most látom, hogy itt ki van szakadva, úgyhogy még bele kell raknom valamibe. Szerintem, ahogy rakta be az acskóba, úgy kiszakadt. Aztán a múltkor kóstoltuk ezt a tejszínhabot, ezt a Milli... Lehet, hogy ezt nem is ott vette? Na most nézem, hogy lehet, hogy ezt nem is ott vette, hanem ezt még az Osamba. Na mindegy, akkor ennek most nem tudom hirtelen a zárát. Hova tettem, de mindjárt megnézem nektek. Akkor ez kimaradt az Osanos videóból. Nem baj, most pótolom, mindjárt megkeresem. Egyébként a múltkor vettünk ilyet, hogy kipróbáljuk. Ja, itt van, 2500 forint. Mert a másik fajta tejszínhab, amit szintén ilyen nagyba lehet kapni, az már nagyon drága lett, már ilyen 4000 forint körül van. Úgyhogy, és tényleg nagyon jó íze volt, ugyanolyan volt, és akkor úgy gondolt, hogy akkor vesz még egy ilyen tejszínhabot. Ugye hétvégén jönnek, Benikének szülinapját tartjuk, jönnek a rokonaink, úgyhogy ők is szeretik a kávét tejszínhabbal inni. Aztán van itt egy daimtorta, ez egyébként isteni finom, próbáljátok ki, ha még nem tettétek. Az IKEA-ban egyébként lehet kapni, ott lehet venni az ebédnél is, és ott is lehet kapni így dobozosul, de azt hiszem ott már valami 4 vagy 5 ezer forintba kerül, úgyhogy nagyon drága egy ilyen torta, bár minden torta drága már, hogyha bemegyünk egy cukrászdába, az még inkább. Na mindegy, de itt a Aldiban csak 2700 forint volt, úgyhogy nagyon jó áron volt. Aztán elfogyott a szénsavas és a szénsavmentes ásványvízünk is, úgyhogy vett egy-egy zsugorral, ennek darabja 109 forint volt, tehát 654 forintba került egy-egy zsugorral. Aztán a gyömbér az most akciós volt, mert bánom, hogy nem mondtam neki, hogy többet vegyen, mert ahhoz képest, hogy az Osamban milyen drágák voltak az üdítők, ahhoz képest ez nagyon jó árba volt. Nem tudom, hogy igen, ez csak másfeles mondjuk, nem 1,75-ös, de ez a másfeles gyömbér, ez 450 forint volt, úgyhogy tényleg jó áron volt. Aztán kipróbáltuk a múltkor ezt a papírtörlőt, mert amit rendeltem a Közért Pluszból, az nem igazán jött be, az is két rétegű volt egyébként, de nagyon, nagyon vékony volt. És ez, amit az Aldiba vett, ez is két rétegű, 500 lapos, de ez sokkal jobb, tehát ez nekünk bevált. Mindjárt meg is tudom mutatni nektek. Mert ezt használjuk most. Tehát ez se olyan vastag, de ez egyáltalán nem jön szét. És amennyit mi használjuk, meg a... Tehát tényleg megtaláljuk mondjuk a gyerekek száját legtöbbször vele, arra tökéletes ez a két rétegű is, és ez 1350 forint volt. Bár egyébként belegondolva nem tudom hány lapos amúgy a ceva, majd meg fogom nézni, mert lehet, hogy akciósan az is e körül van. Hát nem tudom, majd megnézem. Aztán a gyerekek nagyon szeretik az almalevet, illetve a tesómnak a gyereke is az almalevet szeretik, úgyhogy ez a 100%-os, ez nagyon jó árban van az Aldiban. 290 forint. Szerintem ez alapáron van, mert nem volt benne az újságba. Úgyhogy ezt érdemes megnézni, mert már nagyon drágák egyébként ezek az almalevek. Nem is csak a 100%-os, a sima, ilyen 12%-os gyümölcs tartalmas, és ilyen 4-500 forint már. Úgyhogy ez a 100%-os tényleg nagyon jó áron volt. Illetve mi ilyen laktózmentes tejet fogyasztunk a férjemmel, most 1,5%-os vett, mikor miért szoktunk, valamikor 1,5-öset, valamikor 2,8-asat, és ez pedig 500 forint volt darabja. Úgyhogy ennek a pici bevásárlásnak az összege 8600 forint volt.